Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Napfogyatkozás. 2024. április 8-án napfogyatkozás a Kos jegyében. Teljes napfogyatkozás. Ugyanilyen napfogyatkozásunk volt 2005-ben, szintén április 8-án. Volt-e akkor úgymond világra szóló eseményünk? Volt. Római pápának a halála, Károly herceg, aki most király, feleségül vette Kamillát. Nos, figyeljük a mostani eseményeket. A napfogyatkozásnak az energiáját érezhetjük 3 hónapig, sőt, plusz-minusz 1 hónap lehet, plusz-minusz 6 hónap. A napfogyatkozás maga a kezdés. A napfogyatkozás egy esély. A napfogyatkozás valaminek a születése. Érdemes visszaemlékezni, hogy 2005-ben volt-e valamilyen fontos eseményünk. Lehet, hogy akkor született gyermekünk, akkor most unokánk fog születni, vagy akkor költöztünk, akkor lehet, hogy most is költözni fogunk. Ki az uralkodó most? Hát a Mars. Mert a Mars a Kosnak az uralkodója. A Mars maga az erő, a Mars maga a tűz, a Mars maga a csata, az agresszió. Tehát ilyen tulajdonságok fognak mindenkiben felébredni, még a legnyugodtabb emberekben is. A Kos, ő megnyitja ezt a bizonyos kört. Tehát ő a legelső a csillagjegyek közül. Ő a vezér. Tehát itt dominál az egyes ház. Egyes ház, én vagyok. Én. Én vagyok a főszereplő. Tehát csak önmagunkra számíthatunk, ez egy ilyen időszak lesz. Egyébként nagyon misztikus időszak kezdődik, hogyha Marsról beszélünk. Például április 10-én Mars-Szaturnusz együttállás. Szaturnusz már több mint egy éve a halakban van. Mars, Szaturnusz, halak. Mit szimbolizálnak? Halak maga a víz, a mély víz. Szaturnusz ebben a vízben, ebben a mély vízben maga a kő. Mars viszont az a bizonyos kard. Arthur királynak a kardja. Most már csak az emberiségnek meg kell találni azt a bizonyos Arthur királyt, a kiválasztottat, de nem jön, nem is fog jönni, mert mindenkinek rá kell jönnie, hogy mindenki kiválasztott, hogy az a bizonyos Arthur király bennem van, bennem él, bennem van az a bizonyos erő, és én le tudom győzni azokat a félelmeket. Én ki tudom húzni azt a kardot. Én vagyok az erő. Hát vagy a félelmek, akkor megemésztenek minket. Ez itt a helyzet. Tehát most ez az legelső úgymond lépést, amikor ez a bizonyos erő formát önt. Április 29-én a Mars-Neptunusz együttállás. Imádom ezt a tűz-víz energiát, amikor összefonódnak a tűz és a víz energia. Tehát a második lépés az itt lesz. A Mars maga a tűz, a Neptunusz a víz, a Mars a harcos, az erő, a Neptunusz a hit, az ideálok, amiért készen állunk harcolni. És egy időben mi fog történni? Hát az a bizonyos piszok, az a bizonyos sár, ami abban a bizonyos tengerben van, hiszen a Neptunusz a tenger, ez a tenger, a lelkünk. Most ez a bizonyos sár, ez a bizonyos piszok, ez az egész félelem, vagy megint csak megemészt minket, vagy megtaláljuk az erőt legyőzni ezt a félelmet. Volt ilyen együttállás Mars-Neptunusz a halakban 2020-ban. Ott buktunk,
tehát a félelmek győztek. 2022-ben úgymond döntetlen lett, és most megint kaptunk egy esélyt, bizony-bizony, megtalálni azt az erőt, legyőzni ezeket a félelmeket, tehát egyszerűen, hogy is mondjam, hát ki kell másznunk ebből a veszteséges forgatókönyvből, vagy ez a mocsár, hát elnyel minket. Ki kell mászni, kúszni, csúszni a tiszta vizekre evezni. Ehhez erőt ad nekünk a Mars, tiszta vizeket kapunk a Neptunusztól, ahol hit van, ahol szeretet van. Tehát ez a misztikus időszak még folytatódni fog, utána lesz Mars-Uránusz együttállás, hát az is egy vulkán, utána a Mars retrográd lesz, tehát folytatódni fog itt még a történet. Mi kell ahhoz, hogy győztesek legyünk? Egy, hősnek lenni. Kettő, megmentőnek lenni. Három, teremtőnek lenni. A saját életünk teremtői. Most is érdemes három darab kirakást nézni, a napjegyet, az aszcendenst és a holdjegyet is. Nagyon fontos a holdjegy, hiszen március 25-én holdfogyatkozás volt, ma napfogyatkozás van, a holdfogyatkozás és a napfogyatkozás között van ez a bizonyos karmikus folyosó. És nagyon fontos a jókedv, mit gondolunk, mit akarunk, hiszen ez a hatás hosszú távú lehet. Hosszú távú hatás a sorsunkra. Mérleg, hetes ház érintett. Hetes ház a mérlegnek egyébként a háza. Hetes ház, a partnerek ide tartoznak. Legyen a szerelmi partner, legyen az a házastársunk, legyen az üzleti partner. Bárki, akivel valamilyen kapcsolatban vagyok. Tehát a többiek ide tartoznak, az ellenség is ide tartozik. A mérleg megérzi ezt a napfogyatkozást is, mert a holdfogyatkozás a mérlegben volt. Tehát ez a tengely, ez nagyon-nagyon érintett a többiek, és én. A mérleg hetes ház, a kos egyes ház. Egymással szemben vannak. Itt a titok. A főpapnő. A titok. Ez lehet egy titkos ellenség, ez lehet egy titkos hódoló, ez lehet egy titkos kapcsolatnak a kezdete, vagy a párunk valamit eltitkol, tehát a titok, és ez a legelső kártya. Ha ő kijön, főleg így, ugye ő viszi az egész kirakást, akkor az univerzum blokkolni akarja nekünk az információt. Most nézzük tovább, egy picit kíváncsiskodunk, de megkaptuk a stop táblát, úgymond, a stop táblát. Na, mi van itt? Négyes. Négyes érmék, értékek. Lehet látni a kártyán, hogy a hölgy egyszerűen ragaszkodik ahhoz, ami az övé. Tehát a pénzhez érmék, ez elsősorban pénz, de az érmék értékeket mutatnak. Kinek mi az érték? Valakinek a pénz, valakinek az egészség, az egészségünk is, ugye az értékünk, tehát az erőforrásaink, az egészség. Valakinek a karrier a legfontosabb, valakinek a család, valakinek a szerelem. Vigyázzat, nehogy veszteség érjen minket. Egy rossz befektetés például. Titkos betegség is lehet egyébként. Na, menjünk tovább. Egy picikét azért kíváncsiskodunk. Kilences.
Ez is nagy árkánum. Kettő darab titokzatos kártyát kihúztunk. A legtitokzatosabb, a legmisztikusabb kártya ez a főpapnő maga. És itt a remete. A titok. Kettő darab titok. Valamit nem tudunk. Valami zajlik a háttérben, amiről nem tudunk. Meg kell tudni, igen, ott a lámpás a kezében. Ez a lámpás kivilágítja az információt nekünk. Megtudhatjuk azt a bizonyos információt. A remete azt üzeni nekünk, hogy egy picit oda kell figyelni az egészségre. Tehát kutakodni a szervezetünkben, megtudni valamit. Minden rendben van? Minden jól működik? Ahogy mondtam, egy titkos betegség lehet itt. Ami alaptomos is lehet. Ez plusz információ valakinek. Figyelmeztetésnek nagyon jó. Micsoda üzenetet kaptunk. Még egy picit. Kettes tűzenergia, jaj, kell ez a tűzenergia, hiszen itt most a Mars, a tűzenergia, a főszereplő. Valamit elértünk az életünkben. Mi az, amit elértünk? Kettő darab a bot van, az egyik az, ami már stabil. Stabilan ott van a kezünkben. Azt már senki nem tudja elvenni tőlünk. De hát az élet nem áll meg. Megyünk tovább. Új horizontokat meg kell hódítani. Ez a bot azt üzeni nekünk, hogy még valamit el akarok érni. Van egy diplomám, kellene még egy. Van egy vállalkozásom, jó lenne még egyet. Elindítani. A tervek kártyája. Egyébként nagyon jó tervezni áprilisban, mert a Merkur retrográd. És tervezni ilyenkor tökéletes. Tökéletes. Mi legyen tovább? Nagyon jó, amikor a remete kijön, elvonulni egy picikét, belemerülni önmagunkba, megismerni önmagunkat, rájönni, hogy mit is akarok tovább, merre akarok haladni, és kaptunk egy megerősítést. Tervezni. Tervezni. Elvonulni, és tervezni. Mi legyen tovább? Mi legyen a következő lépés? Milyen titokzatosság van itt. Na, megyünk tovább. Apród, teljesülhet egy vágyunk, egy álmunk, egy kívánságunk, igen. Rögtön lehet kívánni valamit az arany halacskától. Egyébként az apródok mutatnak gyermekszületést például. Gyermekszületése, unokaszületése, unokahúg születése, ez lehetséges. Egyébként egész évben, mert ugye a déli karmikus csomó a mérlegben van. Tehát itt a mérleg és a kós, az északi a kósban van, a főszereplők. Nos, apród, valamilyen kezdés, valamilyen lehetőség, aminek örül a szívünk, a lelkünk. Vízenergia, ez boldogság. Egyébként három darab kártya mutat gyermekáldást. 1, 2, 3. A főpapnő is, a remete is mutat terhességet. Megyünk tovább. 5-ös. Érmék. A 4-es után megkaptuk az 5-öst. Nem hiába. Vigyázzunk az értékeinkre. Érmék. Pénz. Ez pénzveszteség lehet. Váratlan anyagi kiadás lehet, betegség is lehet, az egyik értékünk az egészségünk. Jó? Tehát vigyázni kell. Ezt már az elején megtudtuk. Megyünk tovább. Tízes kelyhek, minden rendeződik? Igen. Igen. Határozottan igen, minden rendeződik. Tehát a problémák rendeződnek. Kejhet vízenergia, boldogító, gyógyító ráadásul,
gyógyító víz energiát kaptunk, tehát ha netán betegségről van szó, akkor van, lesz gyógyulás. Az egész család boldog, tehát valamilyen öröm, nagy öröm. A 10-es utolsó szám, tehát ez már a befejezés, itt boldogságos befejezés, boldogságos vég, happy end. És bármi lehet ez. Bármi. Ez jó. Nagyon jó. Ez jó. Ez lehet akár esküvő, a vége esküvő. Ez lehet akár gyermek születése. Ez lehet akár egy sikeres, ugye kettesek a választás, egy sikeres szerződéskötés. Megyünk tovább. Na nézzük. Na nézzük. 8-as kelyhek. Kelyhek. Ez változás. Amikor kijön ez a kártya, akkor már valamin rágódunk. Ez a változás nem egyik napról a másikra születik meg, nem. Ezen a változáson már dolgozik az ember. Nem hiába itt van a tervek. Itt vannak a tervek, ez a kettes, a tervek, a választás, mi legyen. De valamit vagy valakit ott hagyunk. Pontosan azért, mert fejlődni akarunk. Tudjuk azt, hogy többre vagyunk képesek. Én nagyon szeretem ezt a kártyát, mert ez a kártya visz minket tovább a célokhoz, az álmokhoz. Új horizontokat meg tudunk hódítani. Nem biztos azért történik ez a változás, mert rossz helyen vagyunk, csak egyszerűen tudjuk, hogy azt a helyet kinőttük, kész, ott már nem tudunk fejlődni. Ez lehet egy partnerség, lehet a partnerünknek jó minden, úgy, ahogy van, de mi fejlődni akarunk, mi többet akarunk elérni az életünkben. Vagy lehet ez egy munkahely, azt mondjuk, hogy elég belőle, kész, ott hagyjuk. Új munkahelyet megyek keresni. Ez is egy komoly kártya, de itt van egy titok, itt is van napfogyatkozás, holdfogyatkozás, és itt is van hold, egyébként az uralkodó a hold, ha erről a kártyáról beszélünk, de megmutatta nekünk, hogy van valamilyen titok, és blokkolva van az információ, ne kíváncsiskodjunk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!